A pestisrácok.hu szerkesztősége egy közepes teljesítményű generátorral érkezett a Nagygejőci Líceumba. A kiadványnál már hagyomány, hogy minden évben gyűjtést szerveznek annak érdekében, hogy egy határon túli intézményt vagy szervezetet tudjanak támogatni. Idén mindenképpen egy kárpátaljai oktatási intézménynek szerettek volna segíteni abban, hogy biztosítva legyen számukra a folyamatos, jelenléti oktatás. Az orosz invázió kezdete óta a szerkesztőség folyamatosan tudósít az ukrajnai eseményekről, és több esetben készítettek interjúkat a Magyarországra érkezett menekültekkel is. Szerkesztőség karakteréhez, amellett, hogy a 1956-os hősöknek a szellemiségéből merít erőt, a határon túli nemzettársainkkal való kapcsolattartás mindig is nagyon szorosan hozzátartozott. Minden évben, ha nem is annyira nagy összeget, de azért igyekszik a csapat és az olvasók, nézők megmutatni, hogy jó ügyért képesek összefogni, és az a jó ügy ez idén az volt, hogy egy generátort jutassunk el karácsonyra egy olyan kárpátaljai, egy magyar iskolának, ahol ennek hasznát veszik, és erre szükség van, és így adtak össze az olvasók 650 000 forintot, amit még a szerkesztőség egy 100 000 forinttal kiegészített, úgyhogy így tudtuk ezt az eszközt elhozni. Reméljük, hogy itt a gimnáziumban nagy hasznát veszik majd, és amit még inkább remélünk, mert ugye az ember szemérmes, hogyha ad, akkor azt névtelenül szereti, és egyébként ez egy szép magyar hozzáállás. Mi is csak azért kerítettünk ennek egy kis feneket, hogy hát minél többen gondolják úgy, hogy csatlakozni kell. Ahogy látjuk, hogy itt most sajnos a rakétatámadások miatt mindössze néhány órát van, sokszor csak áram, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a gyerekek összejöhessenek, vigyázzanak rájuk, neveljék, tanítsák őket, ebből a borzalmas háborús légkörből egy kicsit kiszakadjanak, ezért jó lenne, hogyha minden magyar településen legalább az iskolákban, óvodákban fent tudnák tartani az oktatást, úgyhogy reméljük, hogy sokan csatlakoznak a kezdeményezéshez, és mások is összefognak, ugye, hát nektek köszönhetően az előbb hallottuk, hogy ezt a legegyszerűbben hogyan lehet megtenni, és ezért vagyunk itt, másfelől pedig önmagában is sokkal szeridebb és jobb időkben, de nagyon jó határon túli közösségekbe jönni, nagyon jó az összefogást megérezni, az összetartozás élményét, és ezek nem csak üres szavak, hiszen azért az elmúlt 10-15 évben nagyon sokat lendült ez a közösségi élet előre, és remélem, hogy azért, mert most ide nehéz eljutni, a háború alatt nem is nagyon lehet, ettől még nem felejtik el az anyaországi, a Kárpátalját, és ha véget ér ez a borzalom, akkor újraindul az élet, visszajönnek az elköltözött fiatalok, és sok-sok turista, vendég és barát fog az anyaországból is ide érkezni. Addig is tartsuk ébren a lángot, és keressük egymás társaságát és kapcsolatát. A Nagygejőci Líceumban a többi kárpátaljai intézményhez hasonlóan nagy problémát jelentenek a rendszeres áramszünetek, ami miatt sokszor a fűtetlen tantermekben folyik az oktatás. Az intézmény vezetése több szervezethez fordult segítségért. A Pesti Srácok szerkesztőségével Balog Lívia, a KMKS Ungvári járási középszintű szervezetének elnöke közreműködésével vették fel a kapcsolatot. Szenteste előtt érkezett a hír, hogy a Pesti Srácoktól kaphatnánk egy ilyen áramfelszerelő generátort. Bevettük a kapcsolatot a főszerkesztő úrral is, és mondta, hogy a közeljövőben, 28-án meg is érkezhet a generátort. Tehát nagyon örülünk neki, hogy ilyen gyorsan teljesültek kívánságaink, és nem csak a saját nevemben, hanem a szülők nevében is nagyon köszönjük. Az intézmény munkatársai a háború kezdete óta támogatták a településre érkezett belföldi menekülteket. Már a helyi óvodában voltak elszállásolva, ellátásukban a líceum tanárai oroszlán részt vállaltak. Tudjuk, hogy a háború kezdete után településünkben, és úgy, mint számos magyar településen megérkeztek a menekültek, a településünkön az óvoda helyiségében voltak elszállásolva, viszont az egész személyzetünk, tanárok, pedagógusok, mindenki ment és segített nekik 7 napon keresztül, 7 napon 24 órán keresztül. Annyi volt benne, amikor probléma volt a vízzel, akkor jöhettek az iskolánkba zuhanyozni, tehát mi is folyamatosan itt voltunk, végeztük a munkánkat. Hát ugye nyáron tanárok nem igen tudták jönni a szabadságokat, mivel hogy be voltak munka
ezekbe a munkákba, és utána megengedték, hogyha iskola megfelel bizonyos feltételeknek, tehát ki lesz alakítva óvóhely, akkor megindulhat a jelenléti oktatást. Ekkor kollektívánk összes tagja összefogott, és a szülőkkel együtt megteremtettük azokat a feltételeket, ami szükséges ahhoz, hogy elinduljon. Volt egy bizottság, aki eljött, megmondta, hogy megfelelünk, és elkezdtük a jelenléti oktatást. Ez nagyon fontos volt számunkra, mert a távoktatás az jó dolog, de a jelenlétitől szerintem jobb nincsen, és félő volt, hogyha nem kezdjük el a jelenléti oktatást, akkor nagyon sok gyerek olyan intézményekbe fog távozni, ahol folyik jelenléti oktatás. A Nagygerjőci Líceum igazgatója az átadót követően reményét fejezte ki, hogy nem fordulnak rosszabbra a dolgok, és a most kapott generátornak köszönhetően a második fél évben biztosítani tudják a jelenléti oktatást.